Miért döntött ön úgy, hogy szükségesnek érzi, hogy csatlakozzon ehhez a rendezvényhez? Az a rendezvény gyakorlatilag a náci, a fasizmus, egyértelmű, hogy nem kívánjuk. Akik létrehozták ugye a Jobbikot, annak menni kéne. Abba kéne hagyni a Jobbiknak ezt a különböző listázásokat, a rasszizmust, a kirekesztést. Mi ennek a szolidaritás mozgalom, az Együtt 2014, ezt ellenzi. Mit kívánnak önök még tenni az esetleges antiszemitizmus visszaszorítása érdekében? Mindig fel fogunk lépni bármilyen listázásra. Mindenhol ott fogunk lenni és odafigyelünk arra, hogy ne forduljon elő. Ne legyen történelmi ismétlés. Egyelőre ennyit tudunk. Milyen érzés volt önnek részt venni ezen a rendezvényen? Sokan voltunk. Úgy mondják, hogy de nem melegen, de itt nagyon sokan voltunk. Első lépésben, hogy Szombathelyen voltunk együtt, valójában együtt. De ugye meg kell mondanom, sajnos az egy kicsit elszomorít, hogy most per pillanat nagyon sokan voltak olyanok is itt, akiket talán ide küldtek. De igazán nem érezték azt szerintem, hogy ők miért is vannak itt. Ebből kifolyólag én úgy látom, hogy eltelt itt pár év, és létrejött ez a gyűlölködés, amiről beszéltünk. A megosztás, a cigányozás, ez nem jó irány. És sajnos őnekik köszönjük, sajnos, hogy ez megtörténhet ebben az országban. Köszönöm szépen!